A világon elsők között használhatják ezeket az orvostechnikai eszközöket Nyíregyházán. Az egyenként 7 légpárnát tartalmazó készletek az intenzív osztályon fekvő betegek ellátását segítik majd oly módon, hogy csökkentik a felfekvések kialakulását a géppel lélegeztetett pácienseknél. Az eszközt egy francia orvos kezdeményezésére a Michelin egyik mérnök csapata fejlesztette ki az egészségügyi válság idején. A főként gumiabroncsok gyártásával foglalkozó nemzetközi vállalat első orvosi innovációja ez. A két készletet a cég magyarországi vállalata adományozta a Vármegyei Oktatókórház számára. Nem olyan régen a főhivat ügyvezető igazgató, hogy van egy ilyen eszköz, amit a Michelin, részben a Michelin dolgozott ki, nyilván egy innovatív ötlet volt, ami a szakma irányából érkezett, és ő mérnökei véghez vitték, hogy érdekel ez minket, hát mi nagyon érdekel, főleg, hogy ez az intenzív terápiát érinti, ami az én szakmám, a mindennapi életem, és így ezt a beszélgetést követte a megvalósítás, és ugye lényegében egy ápolás szakmai támogatást jelentő eszközről van szó, amit akkor használunk, amikor a súlyos légzési elégtelenségben szenvedő betegeket géppel lélegeztetjük, és már hanyatfekvő helyzetben nem tudjuk megfelelően oxigenizálni, ezért arra kényszerülünk, hogy hasra vagy oldalra fordítsuk a beteget. És ilyen esetekben a Michelin mérnökei által kidolgozott felfújható szivacs, párnákat helyező a beteg végtagjai, nyomódásos pontjai fele, mellkasa alá, ezzel elősegítve azt, hogy ne alakuljanak ki nyomódások, felfekvések, illetve egy picit könnyítve a lélegeztetés nehézségein is. Ez egy nagyon fontos eszköz, ugye hasrafordítást nagyon-nagyon megtanultuk sajnos a Covid alatt, hogy a betegek jelentés részét kényszerültünk volna hasrafordítani. Úgyhogy én úgy gondolom, most is használunk különböző ilyen segédeszközök, de egy ez új minőségi eszköz, ami tovább fogja emelni a betegellátás színvonalát. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Michelin évek óta rendszeresen támogatja a Vármegyei Kórházat. Az orvosi eszköz fejlesztése és a rendszeres felajánlások is azt mutatják, hogy a cég számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. A Michelin egy nemzetközi vállalat, ez az adományozás pedig része a cég azon elkötelezettségének, hogy felelős vállalatként folyamatosan támogassa azokat a helyi közösségeket, ahol a cég jelen van. Az úgynevezett AirProne légpárna készlet használata előtt az intenzív terápiában dolgozó szakembereknek egy oktatáson kell részt venniük a közeljövőben. Az eszközöket ezt követően tudják majd bevonni az ellátásba. A nyíregyházi felnőtt intenzív részleg 30 intenzíves ágyból és 8 ágyas posztoperatív őrzőrészből áll. Az itt kezelt betegek gyógyítása az egyik leginkább eszközigényes területe az egészségügynek. A légpárna készletek ezt az eszközparkot bővítik majd.